Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 4-1-re verte a szombathelyi haladást a kisvárdai futballcsapat. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks. Benedek Tibor tartott előadást vízilabdaedzőknek Nyíregyházán. Ismét pattogott a kosárlabda Megyeszékhely belvárosában. 6-2-es sikerrel távoztak Szankról az NTK tekézői. Egy új sportág, a Street Workout mutatkozott be Nyíregyházán. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese a haladás elleni 4-1-es sikernek köszönhetően már nem áll kieső helyen a tabellán. Okosan futballoztunk, mint ahogy nyilatkoztam, és nem éreztem azt az igazán nagy dinamikát, ami volt az másik három mérkőzésen, de okosan játszottunk, amikor kellett, tartottuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki, és a vezetésünk tudatában pedig veszélyes kontrákat vezettünk, amelyeket góllal is be tudtuk fejezni. Tehát összességében azt mondom, hogy valahol ilyen mérkőzések azért ez közönség szórakoztató. A játékosok motivációjával szemmel láthatóan nem gond, bár azt mondják, hogy a profi futballban ez az alap. Ha ez lenne az alap, akkor nem beszélnénk róla. De összességében időnként azt mondom, hogy persze kell ezzel foglalkozni. Nálunk is az van, tehát a játékos hozzáállása az egyértelmű, hogy az pozitív, szinte mindenki az edzéseken is, a hétközi munkában. És én úgy gondolom, hogy ez a hétvégén vissza is köszön, hogy becsülettel dolgoznak hétközben. Az első négy meccsen nem szerzett pontot a csapat, a második négy meccsen szerzett 8 pontot. Mi az, ami leginkább megváltozott ez alatt az idő alatt? Mást játszunk, más futballt játszunk jelen pillanatban, többet van nálunk a labda, és ezt olyan edzésgyakorlatokkal sikerült is elsajátítani, amit gyakoroltam velük. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a labdabirtoklásunk az nagyon komoly százalékban növekedett, és sokkal bátrabban és vagányabban futballozunk. Egy futballcsapatnál ugye minden játékos játszani szeretne, sőt kezdő szeretne lenni, ami lehetetlen. Most viszont lesz egy szolnoki kupamérkőzés, ahol esetleg szerepet kapnak azok, akik eddig kevesebbet játszottak. Így lesz? Így gondolkodom. Tehát így gondolkodom, hogy akik kevesebbet játszottak, azoknak szeretnék lehetőséget adni. Már csak azért is, hogy mutassák meg, ők is bizonyítsanak. Igazából persze, ahogy mondtad, hogy mindenki szeretne játszani. Van egy csapat, aki elkapta a fonalat. Jelen pillanatban nagyon jó, ahogy működik a gépezet, úgyhogy teljesen fölösleges lenne a bajnokikon váltanom, de ez egy olyan mérkőzés, ahogy mondtad, ahol a többiek is lehetőséget tudnak kapni. 33 fordulós bajnokságban 8 forduló ment, gyakorlatilag az egynegyedét tartunk a szezonnak, van egy kis szünet, lehet egy gyors méreget készíteni. Nem túl jó, sőt rossz kezdés után a második négyes már azt lehetne, hogy teljesen rendben volt, kiegyenesedett minden, hogy látod. Már sokkal boldogabbak vagyunk, sokkal jobb a hangulat, mint volt a rajt után, amely valóban nem sikerült jó. Ennek több oka van. Megpróbáltunk orvosolni is problémákat. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi elképzelésünk, a jelenlegi eredményeink azt mutatják, hogy amit döntöttünk fájdalmasan, a elemérnek az elengedésére gondolok, azt a jelenlegi állapotunk indokolta. Vagyis indokolt volt a döntés, tehát alátámasztja, ez így helyes. Úgy érzem, hogy a tavalyi szezon, többször beszéltünk már, nem is akarok nagyon mélyen visszakanyarodni, a tavalyi szezonban voltak már erre utaló jelek, hogy valami nem stimmel. Sajnos sokkal kevesebbet tudtam a csapattal foglalkozni. Itt volt ugye a stadionépítés, a játékosoknak az idehozatala nagyon sok esetben külföldre szólított, illetve azért a saját ügyeim is nagyon sokszor elszólította, és bizony nem működött ugye a fegyelmezés, ahogy működik, amikor itthon vagyok, és ez egyértelműen kiadott a csapatjátékra. Majd a felkészülés, közvetlen felkészülés a szezonra, a sok új játékosnak az érkezésével, hát azt sem nevezhető tökéletesnek. És azok a játékosok, akik jöttek, késő lettek megismerve, hogy mire képesek, kinek mi az igazi posztja, legalábbis az itteni eddig későn ismertek, még én azért tudtam, hogy kit miért hozok, csak sajnos kevés véleményemet fogadták el pont a rajtra, és hát azért az elmúlt mérkőzések mutatják, hogy nem véletlenül néztük ki őket, nem véletlenül sok időt töltöttem a játékosoknak a feltérképezésével, mert azok, akik most lehetőséget kaptak, megszolgálták a bizalmat, azok a játékosok tudnak futballozni, remélem, hogy a későbbiek során is így marad, és a mostani állapot azért
akármi lesz a későbbiek során, azért az elmúlt 3-4 mérkőzés, az idegenbeli MTK legyőzése, a Diós Győrnek a hazai pályán való, mondhatom csúnya szóval, lefutballozása, ugyan eredményben nem mutatkozott, mert 1-1 lett a meccs, és hát a mostani már eredményben is sokkal jobb haladás elleni futball mutatja, hogy azok a játékosok, akik jöttek, azok NB1-et tudják. Még akkor is, hogyha az elején egy Ferencvárossal kellett játszanunk, egy Videótonnal, egy Honvéddal, akkor is azt gondolom, hogy lényeges a változás. Annál is inkább, mert a játékrendszerünk gyökeresen megváltozott. A filozófiánk visszatért arra az útra, amelyet meghatároztam 8 évvel ezelőtt, és amit az egész klub képvisel. Tehát a mostani Lacival, a Laci vezetésével a mostani stáb azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosul azzal, amit én megkövetelek tőlük, és tökéletesen végre is hajtják, a játékosok pedig eddig is ezt tudták. 8 forduló után már egy picit lehet látni, hogy milyenek az erőviszonyok a 12 csapatos első osztályban. Ha most kellene a célt meghatározni, hova lehet bekalibrálni ezt a Kisvárdát? Nem tudom. Még mindig nem tudom megmondani. Ez az eredmény egy picit csalóka. Én azért látom a szakmai hiányosságainkat is. Azt is látom, hogy hova kell még nekünk a télen erősítést hoznunk. Azt is látom, hogy miben kell még fejlődnünk. Itt a fizikai részre gondolok elsősorban, és ez nem egyik pillanatra másikra. Itt a dinamikus láberő az nem tökéletes még, a maximális erőnk sem tökéletes még. Ebben rövidesen lépünk. Szerencsénk van egyébként, hogy ilyen kéthetes terminusok vannak, mert nagyon sokat tudunk ezen a hiányosságunkon változtatni, és tudjuk a játékosokat hétről hétre magasabb szintre hozni. Én azt gondolom, hogy még mindig a kiesés elkerüléséért kell harcolnunk. Annál is inkább, mert az utolsó időszakban látszott, hogy a Puskás beerősített. Haladás is most ugyan a tabella végén van, mégsem mondhatjuk azt, hogy egy gyenge csapat lenne. Ott is biztos vagyok benne, hogy változás lesz, és nem csak a szakmai, hanem a szemléletben is. Én úgy érzem, hogy ez a 12 csapat, ez nagyon-nagyon emberpróbáló, és a játékosokat, a vezetőket, a szakembereket, mindegyiket óriási mértékben megterheli. Ha marad a 12 csapat, akkor betyár nehéz dolgunk lesz a következő időszakban, és tavasztal is. Természetesen nagyon sok függ attól, hogy milyen helyezést fogunk elérni az ősz végén, december 16-án. Annak ismeretében kell majd játékos fronton szétnéznünk és megerősíteni a csapatot. De hát azért tudjuk, hogy anyagilag mi nem vagyunk az elit klubok szintjén, ezért nagyon megfontolt és okos döntéseket kell most is hoznunk. Azt is látjuk, hogy azok a játékosok, akik most kevesebb lehetőséget kapnak, ennek ellenére korábban jót nyújtottak, nem biztos, hogy meg kell, hogy tartsuk, lehet, hogy kölcsön kell őket adnunk, vagy el kell engednünk és hozni két játékosból egyet, egy még jobbat. Ez az ősz, ez erről fog szólni elsősorban, illetve hogy a valódi arcunkat, a valódi karakterünket meg tudjuk mutatni, mert erősebb csapatok fognak most következni. Nagyon sok olyan együttes van most ebben az elvonalban, amely közel azonos erőt képvisel. A pillanatnyi forma, a felkészülés, a játékosoknak a kedve, sajnos ezt is kell, hogy mondjam, határozhatja meg, illetve nagyon fontos, hogy idegenben vagy hazai pályán játszunk, mert az látszik, hogy a hazai pályán sokkal nagyobb a motiváció a játékosoknál. Ezért a bajnokság végkimenetelét megjósolni szinte lehetetlen. Azt talán látszik, hogy a bajnoki címért a Ferencváros lesz talán egyedül harcban, annál inkább, mivel a Videótonnak nincs meg az a bőkerete, hogy a kettős fronton helyt tudjon állni, és ebben kapaszkodhatunk mi is. Ezért voltam egy picit csalódott az elején, mert mind a Videóton, mind a Honvéd kupa mérkőzés után fáradt állapotban lépett ellenünk pályára, mégis csúnya megalázó vereséget szenvedtünk mindkétszer. Ezt a sokkot hál' Istennek sikerült túlélnünk, és az akkori rengeteg kritikát, amit megfogalmaztak velünk szemben, illetve a csapattal szemben, most már tüneteiben sem lehet látni, teljes mértékben elhalványultak, sőt, most már pont ellenkezőleg dicsérik a játékosokat. Hát a Magyarországon jellemző türelmetlenség az a mi esetünkben hatványozottabban jelen volt. Most már természetesen egy pici nyugalom felütötte a fejét a csapatnál, de mégsem lehetünk teljes mértékben megelégedve és megpihenve, mert hétről hétre a túlélésért kell harcolnunk, de mi azt, amit korábban is vallottunk, hogyha kiesünk, akkor sem történik nagy tragédia, most is valljuk. Elsősorban azok az élmények, amelyek voltak a Diós Győr ellen, az MTK ellen, és most legutóbb a haladás ellen, azok kellenek, hogy megragadjanak a kisvárdai szimpatizánsok, szurkolók és városlakóknak az emlékeiben, és én azt gondolom, hogy ettől fontosabb jelenleg a mi esetünkben nincsen. A
Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks, a Kékcápák a budapesti Honvédot fogadták, és 72-64-re verték ellenfelüket. Én úgy gondolom, hogy az utolsó negyedben jobban koncentráltuk, az utolsó 5 percben, 21-14-en nyertük az utolsó negyedet, és szerintem ez döntött. Mennyit láttál viszont abból, amit az elmúlt 6 hétben és a hét felkészülési meccsen gyakorolt a csapat, meg amit kértél a srácoktól a meccs előtt? A védekezésünk az egész jól működött, a támadó játékunk az akadozik még, szezon elején forma van, igyekszünk javítani rajta. A következő mérkőzésen lehet azt mondani, hogy megint egy rangadó következik, hiszen Oroszlányba utaztok. Ennek a meccsnek a tapasztalataival felvételhez önire lehet számítani? Mindenképpen kemény meccsre számítok. Ha így tudunk védekezni, akkor bármi lehet a meccsen. Talán lehet az, hogy egy tipikus első meccs volt, ami a vége előtt 2 percen még döntetlen ráállt, a Nyíregyháza jött ki jobban a végjátékból, hasonló meccsre számítottál? Győzni jöttünk, megmondom őszintén, úgy voltunk vele, hogy első meccs, hazaiak a nyomás rajtunk, igazából nem volt különösebb teher, de szeretnénk egy győztes kultúrát kialakítani itt a jó rész fiatalabb álló csapatnál, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy jöjjünk, aztán ugorjunk neki Siskajani barátoméknak, akiknek ezúton is gratulálok, megérdemelték a győzelmet, ott abban az általad is emlegetett ominózus 2 percben sokkal jobb döntéseket hoztak, meg ami ugye a kosárba Csinya és Binya, ők beledobták a labdát a gyűrűbe, mi nem dobtuk bele a labdát a gyűrűbe, nem lehet egy Nyíregyháza szintű csapatnál ennyi hibával nyerni, tehát 33%-a dobtunk mezőnyből, az vállalhatatlan, a kulcs szituációban kimaradtak a büntetők, tényleg ez nem atomfizika, aki jobban koncentrál és több kosarat dob, az örül a végén. Ha nehezen így összejött az első meccsen az első győzelem, belülről hogy érezted, miért lett ilyen nehéz ez a mérkőzés? Ez az első mérkőzése volt, számítottunk rá, hogy ilyen nehéz lesz. Szerencsére mi jöttünk ki jobban a végjátékban, megmondom őszintén, ez volt életem egyik legnehezebb meccse. Hát ugye szezonnyitó, stb. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Hogy érezted magad a pályán? Érezted ezt esetleg, hogy gond lehet, hiszen 8 ponttal mentünk a vége előtt 3 percet, aztán rá 1 percre már döntetlen volt az állás. Igen, nagyon nehéz ilyenkor, ilyen egál meccsbe döntéseket hozni a játékosoknak. Örülök, hogy a csapattársaimon ilyen jól meg tudjuk egymást érteni, és szerintem ennek következtében volt az, hogy nagyon jó helyzeteket választottunk ki a vége felé, ezért meg is lett az előnyünk a mérkőzés folyamán. Ad egy kis megnyugvást az a győzelem a folytatást illetve, hiszen rögtön a következő meccsen már Oroszlányban léptek pályára. Igen, szerintem nagyon fontos volt, hogy ezt az első mérkőzést megnyerjük, így úgy fogunk neki menni az Oroszlánynak, hogy csak a győzelem elfogadható. Nyíregyházán tartott előadás Benedek Tibor, a háromszoros olimpiai bajnok a Vízben Fitten program keretében a legkisebbek képzéséről beszélt a megjelent szakembereknek. Ez a program elsősorban az edzők, utánpótlás edzőket célozza meg. Szeretnék olyan alaptudást átadni, ami valóban a legkisebbekről szól, hiszen azért sok előadás tart a Vízilabda Szövetség is, korábban én is, mint szövetségkapitány, de ez inkább a felnőtt képzésről szólt, és hát talán hiányosság még, hogy a gyerekek oktatásáról is többet beszéljünk. Ennek keretében született ez a mai előadás. Ezek ma kifejezett speciális téma a centerképzés, ami szerintem az alapja a mai vízilabdának, úgyhogy ma erről fogunk, de volt már a védekezésről előadás, illetve lesz majd a back védekezésről is egy külön előadásnapunk majd. Mennyire nyitottak, mennyire érdeklődők az edzők országszerte ez iránt a program iránt? Hát az utolsó előadásomon a Debrecenben nagyon sokan voltak, ott a vízbe is mentem a gyerekekkel, ott valóban nagy érdeklődés követte, itt remélem, hogy ez Nyíregyházán is ugyanúgy folytatódni fog. Többek között az önök olimpiai bajnokságainak köszönhető, és nagyon sok gyerek vízilabdázik, van-e megfelelő létszámú és megfelelően képzett edző ezek mellé a gyerekek mellé? Igen, meg kell említenem, hogy a tegnapi világkupa győzelem, ez mindenképpen megint egy lökést adhat az utánpótlás vízilabdának, hiszen a felnőtt válogatott sikere mindig a garancia arra, hogy megfelelő számú gyerek legyen, és lelkes gyerek, akik valóban azt álmodják, hogy bajnokok lesznek. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog. A nyári utánpótlás versenyeken azért még szereztünk egy bronzérmet is, úgyhogy van utánpótlásunk, sikeres utánpótlásunk, és hát remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, hiszen a gyerekek mennyisége az elmúlt években nagyon megnőtt,
ehhez valóban szükség van képzett edzőkre, és hát az ilyen edzőképző napok, mint amiket most én is tartok, ezek mindenképpen ezt szolgálják, hogy azokban a régiókban, mint például itt Nyíregyházán, eljusson olyan szakember, aki tud új információkat adni a jegyzőknek. A TOU-nak köszönhetően ugye nagyon sok létesítmény épül Nyíregyházán, és most kezdődött el egy úszoda építése. Vízterületből van elég, főleg Budapesten, mert sokszor hallani most már annyi a gyerek, hogy nincs elég vízterület. Én azt gondolom, hogy meg lehet oldani. Nagyon sok vízterület van most, pontosan az úszoda építéseknek köszönhetően, hogy ha minden úszoda jó állapotban van és működőképes, akkor nagyon sok vízünk van most, és bőven elég ahhoz, hogy a gyerekeket kellőképpen tudjuk képezni. Szükség van jó logisztikára természetesen, de ma már a vízi munka mellett ugyanolyan jelentősége a szárazföldi munka, és én azt gondolom, hogy csak akarás és felkészültség kérdése az, hogy mennyire tudjuk ezt megoldani, hogy valóban jó képzést kapjanak a gyerekek. Ha már a felnőtt válogatott, az férfi válogatott lesz, ez szó Európában is, amiben elhangzott többször az, hogy a magyar bajnokságban készítjük fel a riválisokat a magyar válogatott ellen. Most a világkupa győzelem ezt megszáfolni játszik. Ön hogy látja? Én is azt gondolom, hogy sose voltam a külföldi ellenes, hiszen én is 13 évig voltam külföldi játékos, de fontos az, hogy ezeknek a külföldi játékosoknak a száma ez limitált legyen, hiszen valóban akkor kapnak fontos mérkőzéseken lehetőséget a magyar játékosok, hogyha nem egyre több külföldi játszik egy-egy meghatározó csapatban. Úgyhogy én azt mondom, a kettő külföldi számát például ideálisnak tartanám. Két évben lesz az olimpia, a ciklus felénél járunk, ugye annak idején 72-ben elhangzott egy olyan mondat, hogy az ezüstérem kudarc a magyar válogatott számára. Mire lehet számítani jelen állás szerint a férfi és a női csapattól vagy Tokióban? Először ki kell jutni, ez se egyszerű dolog, hiszen a mezőny valóban nagyon erős. Az Európa Bajnokság megmutatta, hogy nagyon, nagyon sok felkészült és jó vízilabda csapat van, sőt az U19-ben, U18-ban mind a két helyen Görögország győzelmével látszik, hogy akár a görög vízilabda is előbb-utóbb olimpiai éremesélyessé válik. Tehát ez, hogy ez is érem kudarc, én már abszolút nem gondolom. Az érem az mindig nagyon szép, és bármely is egy magyar vízilabdázó szeretne olimpiai bajnoknak lenni. Az ilyen sikereket, mint a tegnapi világkupa is nagyon értékelni kell, hiszen lesz olyan játékos, aki ebből a csapatban is, akinek ez lesz élete legnagyobb sikere. És amikor mi 95-ben, 20 év után először világkupát nyertünk, akkor azt hittük, hogy soha nem is fogunk más nyerni. Aztán szerencsére nem így alakult, mert elég sok mindent nyertünk, de nagyon nehéz egy sportoló útja, és nagyon sok jó csapat van, aki még ugyanúgy készül, mint a magyar válogatott. De hát kívánom, hogy ezeknek a fiúknak legyen még nagyon sok sikerélményük ezen kívül, a tegnapi győzelmen kívül. Közel 40 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a nyári streetball sorozat utolsó előtti tornáját. A győztes csapatok bejutottak a szombati országos döntőbe. 26. évet csináljuk a streetballt. Nagy örömömre szolgál, hogy lefedjük Magyarországot, és hogy itt Kelet-Magyarországon is működik a kosárlabda, illetve a streetball. Helyek közel mindig más az aktivitás, de azt gondolom, hogy azért a fiatalok ezt szeretik. Ez így van egyébként Körmentől Békés Csabáig, és hát van igény, hogy még esetleg növeljük a városok számát, de hát időben azt gondolom, hogy ez így megfelelő, és szeretném, hogyha a Nyíregyházán még hosszú ideig lenne. Azzal, hogy a 3x3 bekerült az olimpia programjába, talán felértékelődött a 3 elleni kosárlabda, lehet ezt érezni? Abszolút, és legalább büszkék is vagyunk arra, hogy 26 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, akkor azt hittük, hogy ez egy olyan tömegsport játék, amit egy vagy maximum két évig érdekesség lesz, és majd ott a Városligetben a műjégpályán elpilinckázunk. Ehhez képest azóta 240 rendezvényt rendeztünk már az ország különböző pontján, és pont Nyíregyházára jöttünk egy olyan 6 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk arról, hogy előbb-utóbb ez olimpiai sportág lesz, mert hogy az olimpia is szeretne megújulni, tehát az olimpiai mozgalom, és akkor még csak ilyen utopisztikus gondolatnak tűnt, hogy ebből akár olyan lehet, mint a strandröplabda, és lám, most Japánban már lesz
3-3, és van magyar szansz arra, hogy magyar női csapat, főleg, hogy kikerüljön, és hát ezt a szanszot kéne megfogni, és a fiatalok érzik, hogy ebbe akár ők is bekerülhetnek. Vannak, akik azt mondják, hogy ugyan labdával játsszák, és palákra játsszák, mégis az ötöt elleni játék teljesen más, mint a 3-3 elleni. Ez pont úgy van, mint a strandröp labdában, hogy egy időben azok voltak a nagyon nagy spillerek, akik a teremben is bizonyítottak, és ott is a legjobbak közé tartoztak. De aztán azért ugye átstruktúrálódott a dolog a homok miatt, egyebek miatt. Én azt gondolom, hogy a 3-3 kosárlabda sokkal gyorsabb, 12 másodperc alatt kell produkálni valamit. Valóban ezt is külön meg kéne tanulni. Egy picit még az edzőket, a testnevelőket kéne erre ráállítani, mert ők is azt gondolják, hogy oké, hát nem ötöt ellen játszanak, ugyanazt a játékot játszák, ugyanott van a gyűrű, de ez nem így van, tehát oda kell erre figyelni, és azt gondolom, hogy a streetball egy jó alap ahhoz, ez egy tömegsport rendezvény, ahol a fiatalok ezt a másik két játékossal való összjátékot megérzik, és ezek közül lehet majd válogatni. A záró rendezvény a Magyar Kosárlabdázás napján szeptember 22-én lesz Budapesten. Milyen rendezvényt láthatnak a kilátogatók? Nagyon komoly rendezvény lesz, ismét Hősök terén lesz, ami szerintem a kosárlabdának egy nagyon jó színhely, mert azért azt gondolom, hogy ez az a színhely, aminél jobbat nem nagyon tudnánk most így elsőre találni. Nagyon komoly programunk lesz, lesz egy olyan ügyességi, akrobatikus verseny, amin amerikaiak, szlovének, szlovákok lesznek, ez uralni fogja a délután, délelőtt a streetballé lesz, és a legvégén a integráció jegyében speciális olimpikonoknak lesz egy programja. Ez így elmondva is már sok, én azt gondolom, hogy nagyon nagy közönség sikere lesz. A tavalyi évhez képest most úgy néz ki, hogy biztos, hogy jó időnk lesz, mint ahogy most is az van, és azért ehhez a játékhoz azért az is kell. Második meccsét is megnyerte a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK első idegenbeli meccsén Szankon győzött 6-2-re. Minden egyes idegenbeli mérkőzésért meg kell küzdeni a két pontért, ezt szokták mondani, és a Tekében sincs ez másként, és még ezt tetőzi mindenképpen az, hogy ez első idegenbeli mérkőzésünk volt, úgyhogy nagyon oda kellett figyelnünk. A mérkőzés egy kicsit nehézkesen indult, mert nagyszerűen játszottak a hazaiak, de mindenképpen ki kell emelnünk a Mogyorósi Péter 598 fáját és a Hakkerdezsi 605 fáját, ami megalapozta a nyíregyháziak sikerét. A középső sorban ott ide-oda millegett a mérleg nyelve, a hazaiak folyamatosan jöttek fel, azonban a Ráski János a másik pályán sajnos lesérült, és a helyette dobálásból épő Szojka Miki egy fantasztikus utolsó etapot produkálva megszerezte a fontos csapatpontot, azt mondom, hogy bravúr pontot szerzett, és mellette még további 20 fával növelni tudtuk az előnyünket, és már ekkor látható volt egy 5-3-6-2-es idegenbeli győzelem is kijuthat ebből a mérkőzésből, ugyanis még akkor volt hátra a Fehér Béla, aki hazalátogatott Szankra. Nem volt ez másképpen, a Béla folyamatosan növelte az előnyét, maga biztosan megszerezte a csapatpontot, még jó magamnak a harmadik pálya után egy cserével a Szilágyi Sándor személyében egy újoncot avattunk a Nyíregyházi Teke Klub csapatában, és mondhatnám azt, hogy a Sándor is megszerezte meglepetésre a csapatpontot, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban a vártnál úgy gondolom egy kicsit simában, de mindenképpen megérdemelten diadalmoskodni tudtunk Szankon. A 3400-hoz közelítő csapat, szóval mennyire biztató jövőt tekintve? Hát mindenképpen azért hozzáteszem, hogy 3 darab 600 közeli eredmény volt, ami az NB1-es mezőnyben nem jellemző. Mindenképpen vannak még hiányosságaink, de úgy gondolom, hogy a 3400-at egy ilyen pályán képes ez a nyíregyházi csapat mindenképpen megütni, amivel azt lehet mondani, hogy a forduló legnagyobb csapatfáját elérve mindenképpen bizakodhatunk a jövőre nézve, és megmutathatjuk, hogy valóban ez a nyíregyházi csapat határozott elképzeléssel meg szeretné nyerni az NB1-et. A hétvégén bármit csak a bajnokság ellen járunk, egy rangadó következik, hiszen 200%-os csapat csap össze itt a nyíregyházi tekecsarnokban. Milyen esélyekkel várjátok a fővárosi korábbi erőműnéven szereplő csapatot?
hát jól ismeri egymást a két gárda, mondhatnánk azt, hogy baráti a kapcsolat, tehát nem azt mondom, hogy heti rendszerességgel telefonbeszélgetésekben vagyunk több játékossal. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, jó formában vannak a budapestiek, de azért a hazai pálya előnyét mindenképpen mi élvezzük. Én úgy gondolom, hogy nekünk magasabb céljaink vannak ebbe az idényben, úgyhogy a legfontosabb a két pont megszerzése. Bízunk benne, hogy egy kicsit simában fog ez összejönni, de hogyha netán csak 5-3 arányú győzelem lesz a végén a nyíregyháziaknál, akkor se fogunk bánkódni. Legfontosabb az, hogy a két pontot most is begyűjtsük hazai pályán. Egy új sportág, a Street Workout mutatkozott be Nyíregyházán. A látványsport képviselői 3x45 másodperc alatt mutathatták be gyakorlataikat. Nagyon szép páros gyakorlat. Amerikából indult ez a sportág, igazából saját testvéres edzésformára épülő látvány, illetve extrém sport, ahol a versenyzők zenére egybekötve statikus és dinamikus mozdulatokat mutatnak be, és ezt a zsűri ugye értékeli, és most ezt egy párbaj alapú rendszeren láthatják az emberek. Nagyon fontos a stílus, akrobatikus és statikus mozgáselemek vannak benne. Milyen sportág előképzettség kell ahhoz, hogy ezt valaki maga szinten tudja űzni? Nem hátrány, hogyha valaki előtte tornázott, vagy valamilyen funkcionális edzés már folytatott, de bárki elkezdhet, igazából csak kitartás kell hozzá. Vagy az itt látottak alapján, közönség körében rendkívül népszerűek voltak a produkciók. Mi a gyakorlat világszerte? Az elmúlt 3 évben feltörekvő sportágnak számít. Ugye próbálják a versenyeket is minél magasabb színvonalon megrendezni, most mi is erre törekedtünk, úgyhogy reméljük, hogy mind a versenyzőknek, mind pedig a közönségnek tetszik az, amit látnak. Nagyon szép mozgás. 5, 4, 3, 2. Mennyien űzik Nyíregyházán ezt a sportág, vagy Nyíregyházán kívül a megyében van-e más út bázis ennek a sportágnak? Az első számú street workout csapat azok mi vagyunk, maga a Nyíregyflow. Ez elsőként alakult meg Nyíregyházán. Nyíregyházán igazából rajtunk kívül nem sokan űzik, csapat csak mi vagyunk, de szeretnénk, hogyha minél többen kipróbálnák ezt a sportágat. Azaz, mennék oda egy kis biztatást, kérnék a közönségtől. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!